A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az Eszterházi napot Dombóváron. Kis Gyula, a Diák Önkormányzatot segítő oktató elmondta, az időjárás miatt az eseményt áttették egy másik időpontra. Azért is különleges a mai, mert idén először nem volt alkalmunk a polgármester úr elé vonulni. Minden zöld nap alkalmával szoktuk ezt megtenni, hogy a vizsgára bocsátáshoz engedélyt kérjünk a polgármester úrtól. Ez idén elmaradt, és most a polgármester úr is megtisztelt minket a jelenlétével. Próbálunk a gyerekeknek színesebb programokat szervezni, és alapban elég szoros a tanárdiák kapcsolat nálunk, alapban elég kötetlen a légkör, de ezen a napon egy kicsit meg tudjuk ezt tetőzni. Épp most jöttem ki a tanárdiák kidobó versenyről, úgyhogy levegőt még nagyon nehezen kapok, de sikerült egy-egyre felhúznunk az állást, úgyhogy senki sem maradt szégyenben. A főzőversenyen szabad kezet kapott mindenki, ezért többféle ételt készítettek, például tárcsán sült húsokat, hamburgert, pörköltet, grillezett zöldségeket. A diáknap ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, amelyen a jelképes iskolakulcsot átadták a tanulóknak, illetve a Diák Önkormányzat elnökének. Különleges program még nálunk a nem szecskavató van, hanem egy eskütétel. A 9-esek egy humoros formában esküt tesznek az iskola iránti elkötelezettség, illetve a felsőbb évesek iránti elkötelezettség irányában. És utána rengeteg sportprogram, tanárdiák kötélhúzás, kidobó, főzőverseny, amit zsűrizünk, értékes tortákat és klassz nyereményeket lehet a végén bezsebelni. Osztályszinten táncprogramokkal készültünk, és egy ki mit tud lesz még itt, amire parkürtől kezdve énekléssel mindennel készültek a diákok. Kadlicskó Dorina elmondta, az Eszterházi nap fontos neki és diáktársainak, hiszen ilyenkor a megszokott kötöttségek nélkül tölthetik el az időt egymással. Itt el is tele vagyunk programokkal, mindegyik diák elengedheti magát, hiszen főzések hada van, tanárdiák párbajok, tényleg jazz dance, mindenféle ki mit tud is lesz. Nagyon fontos ez a program az iskola számára. Nekem ez a harmadik alkalom, hogy itt lehetek, én nagyon szeretem. Főképp a 9-esek eskütételét, hiszen akkor lényegében már ők is átvehetik azt az érzést, hogy tényleg igazán a suli tagjai. Pinter Szilárd, a város polgármester is részt vett az eseményen. Azt mondom, hogy ez a gyerekek már elfogadták a helyét. Nyilván ez mindig balagás környékén, előtte, utána egy hét kell kerül meg, és ez az Eszterházi nap. Reggel 8:30-kor van az indulás, ilyenkor már a csapatok lelkesen készülnek a főzésre, hagyományosan megjárják a helyi kört, ez egy belső kör itt a városban, ki kocog, ki sétál, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó bemelegítés az egész napra. De menni sokkal fontosabb és igazgató az, hogy meg is megerősítette, 8:30-kor délig megkapják az iskola kulcsát. És én nyilván biztattam is őket, hogy minden csintevésű, amit eszükbe jutott, kövessék el, hiszen 12-ig büntetlenül tehetik. De nyilván azt gondolom, hogy az örök klasszikusban is úgy van, hogy aki ötös szeretne, az csontot hoz a kutyának. Miután igazi asszonynak van kutyája, és nagyon jól ismerem, javasoltam a diákoknak inkább virsit hozzanak, akkor biztos, hogy elresztős jóval minden csintevésük. A polgármester édességcsomagokat adott át a 15 csoportnak.